ezek a dolgok általában úgy szoktak történni, hogy összefog egy csapat, egy embercsoport, kitűznek egy célt, és addig menetelnek, amíg azt el nem érik. Így lehetne jellemezni azt a jótékony gyűjtést, melyet a győri NLP Kft. Dolgozói hajtottak végre az elmúlt másfél évben. Bár eleinte ugyan nem tudták, hogy mire és mennyit is szeretnének összegyűjteni, de végül egy állatok és emberek számára is előnyös dolog mellett döntöttek. A 100 000 forintot a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya kiképző központja kapta. Hagytam a csapatomat dolgozni, büszke vagyok rájuk, háttérből tevőlegesen én is részt vettem egyébként a gyűjtésbe, hozzájárultam, teljes mértékben támogattam, ugye látszik az, hogy helyet biztosítok, megadtam a lehetőséget arra, hogy ezt az eseményt létrehozzuk. Nem én voltam az, aki levezényelte, de, mert erre nem volt időm sajnos, de nagyon örülök, hogy ezt a dolgozók és a kollégáim összehozták. Ő itt Ribizli, a vakvezető labrador. Őt is a Csepeli Vakvezető Kutya Kiképző Központban tanították be. Gazdájával látogattak el a cég telephelyére, hogy az itt dolgozók testközelből is láthassák, mit jelent egy ilyen állat jelenléte egy látássérült életében. Nekem ő a szabadságot jelenti. Tehát azt hiszem, hogy ezt minden vakember tudja mondani magáról. Ugye a vakembernek két lehetősége van. Vagy maradunk a négy fal között, és várjuk azt, hogy valaki éppen ráérjen, és tudjunk menni intézni a dolgainkat, vagy elindulunk. Egy vakvezető kutya kiképzése 2 millió forintba kerül, ehhez járult most hozzá a győri cég. A 100 000 forintos adományt Szalai Miklósné, a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének elnöke vette át. Ez egy csodálatos kezdeményezés, hiszen egy vakvezető kutyának a kiképzése napjainkban mintegy 2 millió forintba kerül, és leginkább a Csepeli Kutya Kiképző Iskola is adományokból tartja fent magát, illetve az 1%-ból, amit a felajánlásokból gyűjtenek a személyi jövedelemadónál. Sif Mónika, az egyik vezető a Csepeli Kutyaiskolában reggelsírva mondta, hogy ez egy hatalmas segítség nekik, és nagyon-nagyon szépen köszönik ezt a kezdeményezést. Nagy segítség ez az embernek és állatnak egyaránt. A cég dolgozói büszkék lehetnek magukra. A jövőben is folytatnák a karitatív tevékenységet, és szeretnék ezzel felhívni a figyelmet a jótékonykodásra más vállalatok esetében is.